Június 4-e van, 89 esztendeje köttetett meg az a gyalázatos megállapodás, ami Magyarországot feldarabolta, a trianoni szerződés. Természetesen nem mehetünk el szó nélkül e nap gyásza keserűsége mellett, és nyilván keressük a megoldásokat. Hosszú évtizedeken keresztül nem találtunk rá megoldásokat, hiszen a nagyhatalmak természetesen nem hajlandók akkori rossz döntésüket felülbírálni, de az igazi megoldást maga az Európai Unió adhatja, ahol ha minden olyan ország, ahol határokon túl magyarjaink élnek, tagországgá válik, a határok eltörlésével újraegyesülhet a nemzet lélekben, sőt fizikailag is. Az autonómia, ami a megoldás erre a helyzetre, az Európai Unióban gyakorlat, vannak erre egészen kitűnő példák, és hát természetesen vannak gyengébbek is, de miért ne a jókat követnénk? Ha valaki nem tudja, vagy nem akarja megérteni, hogy miért fontos az Európai Unió, miért fontos az Európai Parlamentben való magyar szereplés, akkor talán ez a példa egy kicsit közelebb viszi a megértéshez. A baj az, hogy ez a kampány, aminek most éppen a végén vagyunk, ez nem Európáról szólt, nem az Európai Parlamentről, nem arról, hogy hogyan lehet az Európai Parlamentben összefogva magyarnak vetve a vállát úgy magyar érdeket érvényesíteni, hogy abból a nemzet minden tagjának haszna és előnye származzék, ahogy ezt egyébként teszik más normális nemzetek. Sajnos ez a kampány belpolitikai kérdésekről szólt. Ez a kampány azt akarta elhitetni az emberekkel, hogy az utálatos kormány leváltható az európai parlamenti választás eredményeképpen, ami természetesen nem igaz. Ez a kampány azt akarta elhitetni, hogy a magyar érdekeket úgy lehet érvényesíteni Európában, hogy az más nemzetek érdekeit sértse, ami ellentétes Európa szellemiségével, Európa eszmeiségével, és nem lel támogatóra az Európai Unióban. A mi kampányunk, a Magyar Demokrata Fórum kampányra a reményről, a reménységről szólt. Arról, hogy nincs olyan nehéz helyzet, amiből ne tudnánk kitörni, amit nem lehetne megoldani, csak szaktudás, szakértelem, kitartás, rutin, gyakorlat és tisztesség kell hozzá. A jelöltjeink is ezt képviselték, Bokros Lajos a listavezetőnk, a szakértelmet, amelyre szüksége van Európának és szüksége van Magyarországnak, képviselte, a tudást, az elfogadottságot, a nemzetközi elismertséget, hiszen nem csak Európa, hanem világszerte ismerik a nevét, és elismeréssel szólnak munkásságáról. A másik nagyon nagy szükség, nem csak itthon, hanem az Európai Parlamentben is, az egyetértés, egy új kiegyezés, ahol nem ideológiai harcok zajlanak, és nem ideológiák csatáznak egymással, hanem ügyek mentén koalíciók szerveződnek, és ezek az ügyek országok, régiók, városok érdekeit szolgálják. Ezt hivatott teljesíteni az Európai Parlamentben Habsburg György. Habsburg György, akinek a nevét nyilván minden művelt európai ismeri, és Habsburg György, akinek a neve előtt Európa minden fontos ajtaja megnyílik. Szakértelem és érdekérvényesítés, ez volt a célunk, és abban bízunk, hogy törekvéseinket honorálják a választópolgárok, és mind a két cél teljesülni fog. Azt tudnunk kell, hogy az Európai Unióban annak a nemzetnek van esélye a sikerre, amelyiknek erős a kötődése, erősek a gyökerei, ismeri a történelmét, ismeri a kultúráját, és gyakorolja is azt, és büszkén vállalja magyarságát az európai népek közösségében. Bízunk abban, hogy a választásokat követően, amikor a hangulat egy kicsit csillapodik, amikor a felfokozott érzelmi reakciók egy kicsit visszafogottabbak válnak, akkor talán elkezdünk beszélni tényleg az Európai Unió lényegéről, elkezdünk beszélni arról, hogy a határokon túli magyarjainkon hogy tud segíteni az Európai Unió, és hogy teremtheti meg annak a feltételeit, hogy Európa minden polgára szülessen bárhol, Európa bármely táján, ott érezze magát a legjobban, ott boldoguljon, ahol a napvilágot meglátta, és ne legyen számára vonzóbb hely, mert az Európai Unió igazi, talán soha ki nem mondott célja ez.